2014 óta vezeti a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatalt dr. Kant Csaba, akit ismét megbíztak a pozíció betöltésével, így a jogász végzettségű családapa már harmadik ciklusát kezdi meg a szervezet élén. A kormány megbízotti kinevezésről szóló dokumentumokat a Karmelita Kolostorban rendezett ünnepségen vehette át a napokban Orbán Viktor miniszterelnöktől. Az első szó a köszönet, hiszen harmadjára kaptam megbízást miniszterelnök úrtól. Nagyon örülök, hogy tudom a munkámat folytatni, és ez egy közös munka, hiszen a három megyénkben dolgozó országgyűlési képviselő, a megyei elnök, illetve a polgármesterek partnerek voltak az elmúlt időszak munkájában. Emellett természetesen a hivatal dolgozói munkatársaim is bizonyították azt, hogy pandémiás helyzetben, menekült válság alatt is tudunk dolgozni, és nem csak az alapfeladatainkat látjuk el, hanem sok esetben olyan tevékenységekre is szükség volt, amelyek kívül esnek ezek az alapfeladatokon. Ebben is minden munkatársamra számíthattam. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy eredmény, és büszke vagyok a hivatal minden munkatársára. A kormány megbízott arra is kitért, milyen fontosabb kihívások állnak a következő időszakban a hivatal előtt. A fogyasztóvédelmi terület további erősítése az mindenképp egy fontos feladat. Emellett az ügyintézés minőségén is szeretnénk javítani. Látjuk, hogy a fiatal korosztályok egyre inkább az elektronikus ügyintézést keresik, tehát erre vannak fejlesztések már, hogy minél több olyan ügytípus legyen, ahol adott esetben a kormányablakban sem kell majd megjelenni, hanem elektronikus úton ezek elintézhetőek legyenek. Emellett oda kell figyelnünk az idősebb állampolgárokra. A kormányablak buszhálózatunk abban segít, hogy helybe megy az ügyintézés, és a legkisebb falvakban is elérhetőek legyenek az alapvető ügyek, azokat ott el lehessen intézni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a következő időszak fő prioritásai.